Készítettem egy medvehagymás pesztót és egy medvehagymás krémsajtot, de hogy hol szedtem a medvehagymát hozzá, és hogyan készülnek ezek, ahhoz egy kicsit pörgessük vissza az időt. Puszta Marót nem csak arról híres, hogy nagyon sok túraútvonal indul innen, hanem arról is, hogy nagyon sok a medvehagyma. De miért? Magyarországon több olyan nagy kiterjedésű medvehagyma mező van, amik így ismertebbek. Ez az egyik, hát valószínűleg olyan a talaj, amit a medvehagyma kedvel. Ugye a másik nagy terület a Mecsekben van, és hát a Kelet-Bakonyban is vannak ilyen nagy kiterjedési területek, ahol sokat lehet találni, egészen ilyen szőnyegszerűen terem mindenhol. Általában március közepétől indul be a medvehagyma szezon, és egészen hát, tart mondjuk május elejéig? Hát májusban már a virágzás kezdődik, akkor már nem érdemes szedni a hagymát, mert a virágzás ugye elviszi a hatóanyagokat a levelekből, és akkor az már annyira nem. De akkor inkább a virágzás miatt érdemes kimenni, mert akkor az a szép, és azt érdemes nézni. Közben elvesztettük egymást itt Tamás az erdőben, mert hát tényleg nagyon kevés medvehagyma van még. Igen, de sikerült találnom egy jó kis foltot. Mire kell figyelni, amikor elkezdjük szedni a medvehagymát? A gyöngyvirággal szokták összetéveszteni. Egyelőre ettől most itt nem kell félnünk, mert a gyöngyvirág az később hajt, meg később virágzik. A gyöngyvirágnak a levele az egy picit szélesebb, de annak ellenére, hogy hasonló, szélesebb, és egy picit színre is, meg egy picit tapintásra is másabb, tehát egy keményebb levele van a gyöngyvirágnak. Fontos, hogy a levelét szedjük a medvehagymának, és lehetőleg ne az összes levelet szedjük le egy tőről, hogy megmaradjon a fotoszintetizáló képessége a növénynek, és tovább tudjon élni. Ezért sikerült jó sok medvehagymát szednünk. Attól függetlenül, hogy egy isteni pesztót fogok belőle készíteni, még milyen jótékony hatása lesz a szervezetemre? Hát egyértelműen gyógynövénynek minősül, mert a vérnyomást nagyon jó, jótékonyan szabályozza, úgyhogy érdemes, amíg lehet rendszeresen fogyasztani, tehát hogy egészen áprilisban is még többször kiárni és szedni belőle többet. Hűtőben elég sokáig eláll, de hát mindig a friss a legjobb. A jövőre ugyanitt? Hát remélem, igen. Most, hogy megszedtem a kosaramat, mutatok kettő nagyon egyszerű medvehagymás receptet. Az első az, hogy nagyon alaposan meg kell mostunk a medvehagymát. Amíg a medvehagymánkról lecsöpög a víz, addig el fogjuk készíteni a fenyőmagunkat, hiszen az első medvehagymás recept, amit megmutatok nektek, egy medvehagymás pesztó lesz. Igazából ugyanúgy készül, mint a sima bazsalikumos pesztó, csak kiegészül egy kis medvehagymával, ezért a feladatunk az, hogy a fenyőmagunkat egy kicsit megpirítsuk. Kész is. Tényleg elég egy-két perc a fenyőmagnak, és igazából minden alapanyag mehet bele a mixerünkbe, és mindent össze kell aprítani, és kész is valójában. Ez nem az a recept, ami után irány egy randevú, mert azért egy a medvehagyma az nagyon fokhagymás, rakunk bele még fokhagymát pluszba, és még hagymát is. Mivel a pesztónak az alapja a bazsalikom, ezért ebbe is kerül néhány levél. Kész. A második medvehagymás finomságunk szintén egy krém lesz, de ez egy krém sajt lesz, ezért ezt nem kell pihentetni majd, mint a pesztónkat, hanem rögtön meg is tudjuk kóstolni. A medvehagymát berakjuk az aprítógépbe, ebbe is kell egy pici fokhagyma, vaj, szintén egy pici citromlé és zsíros sajtkrém. És jöhet a jól megérdemelt medvehagymás sajtkrém. Nem tudok hibázni. Nem én nem tudok hibázni, a medvehagyma nem tud hibázni. Nagyon finom. Ezt mindenképpen próbáljátok ki.